az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Szent Pál apostol szavaival köszöntelek benneteket a 2024-es esztendő első napján, délutánján itt Weingartenben. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Foglaltok helyet, ti is lejövettek nyugodtan. Kedves testvérek, nagy örömben érkeztünk ide hozzátok a mai délutánon, hogy Jóisten áldásában boldogságos Szűzanya, Isten anyja ünnepén, a béke világnapján imádságban indítsuk ezt az új esztendőt, a 2024-es esztendőt. Mi a tegnap délelőtt találkoztunk még itt, Weingartenben, amely nem csak a Szent Család ünnepe volt, hanem benne már elhoztuk a magunk háláját és köszönetét. Én most a mai délutánra Sik Sándor költőnktől a Te Deum című versét hoztam el, amely szintén háláról, köszönetről szól, de benne már egyéni vágyak is megfogalmazódnak. Sik Sándor Te Deum, téged Isten dicsérlek, és hálát adok mindenért, hogy megvolt mindig a mindennapim, és nem gyűjtöttem másnapra valót, hála legyen. Hogy mindig jutott két garasom adni, és nem kellett magamnak kéregetnem, hála legyen. Hogy értenem adatot másokat, és nem kellett sírnom, hogy megértsenek, hála legyen. Hogy sírókkal sírnom jól esett, és nem nevettem minden nevetővel, hála legyen. Hogy megmutattál mindent, ami szép, és megmutattál mindent, ami rút, hála legyen. Hogy boldoggá tett minden, ami szép, és ami rút, nem tett boldogtalanná. Hála legyen. Hogy sohasem féltem a szeretettől, és szerethettem. Akik nem szerettek, hála legyen. Hogy akik szerettek, szépen szerettek, és nem kellett nem szépen szeretnem, hála legyen, hogy amim nem volt, nem kívántam, és sohasem volt elég, aki voltam, hála legyen, hogy ember lehettem akkor is, amikor az emberek nem akartak emberek lenni, hála legyen, hogy megtarthattam a hitet, és megfuthattam a kicsik futását, és futva futhatok az érkező elé, stán nem kell a városba mennem lámpásomba olajért, hála legyen, hogy tegnap azt mondhattam, úgy legyen. És ma is kiálthatom, úgy legyen, hogy holnap és holnap után és azután is akarom énekelni, úgy legyen. Hála legyen, Uram, hála legyen. Mindenek előtt a hálának csodálatos érzését indítjuk fel lelkünkben most, nem csak az elmúlt esztendőt tekintve, hanem abban az értelemben is, hogy most itt vagyunk, így vagyunk itt. És természetesen erre a szentmisére a hálánk, a köszönetünk mellett már elhozzuk egyéni fohászainkat, kéréseinket, amelyek már ezt az esztendőt, ennek az esztendőnek mindennapjait célozzák meg. Mai szentmisében egy külön szándékra is kérlek benneteket, hogy imádkozzunk. Nekem a tegnap már feltűnt, hogy Terike néni nem volt itt, és tudtam, hogy akkor annak biztos van valamilyen oka. Majd csak a szentmise végeztével tudtam meg, hogy kórházban van, és akkor most műtét után van már sikeresen. Imádkozunk az ő testi és benne lelki felépüléséért is. Ezt a fajta imádságot küldjük neki nagy-nagy hálával és nagy-nagy
szeretettel. Vizsgáljuk meg lelkismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Lapunkról a 2. számú éneket énekeljük. Könyörögjünk, Istenünk, Te Mária Szűzi anyasága által örök üdvösséggel ajándékoztad meg a világot. Engedd kérünk, hogy Isten szent anyjának közbenjárását mindig érezzük, mert tőle kaptuk fiadat, az élet szerzőjét, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes 4. könyvéből. Így szól az Úr Mózeshez. Mondd meg Áron főpapnak és fiainak, a papoknak, így áldjátok meg Izrael fiait ezekkel a szavakkal. Áldja meg az Úr és oltalmazon. Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos.
Fordítsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget. Hívják le Izrael fiaira a nevemet, és én megáldom őket. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. A lapon láthatjátok a válaszunkra, könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket. Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket. Ragyogtassa fel arcát fölöttünk, hogy megismerjék a földön utadat, és üdvösségedet az összes nemzetet. Igazságosan ítéled a népeket, és te vezérled őket. Jöjjön rajtunk az Isten, és álljon meg minket. Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, dicsítsenek az összes nemzetet. Áldjon meg minket az Isten, élve tisztelje őt a föld minden határon. Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte fiának lelkét, aki azt kiáltja. Abba, Atyám, nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Jászolban fekvő kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe vésd a szavaikat, és gyakran elgondolkodott. A pásztorok ezután hazatértek, dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amit az angyalok előre megmondták neki. Aztán eltelt 8 nap,
és körülmetélték a gyermeket. A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még angyal éhében megfogant volt. Ezzel az evangélium. Kedves testvérek, a nagy ünnepeinknek 8. oktávája van, és a mai nappal a karácsony ünnepet, ez a 8. nap végéhez ér. Nagyon érdekes, hogy az az evangélium szakasz, amelyet Lukács evangélista jegyez, ma karácsony ünnepének 8. napján újból elhangzik, mint karácsony szent ünnepé. Azt is mondhatnám, hogy ez a történet, amelyet mindannyian jól ismerünk, mint egy keretbe foglalja a karácsonynak örök üzenetét, örök tanítását. Hozzátok hasonlóan, én ezt a történetet már nagyon sokszor hallottam, fölolvastam, átelmélkedtem. És ez a Szentírásnak, Isten üzenetének az egyik sajátja, hogy valahányszor kezedbe veszed, és újra átelmélkeded, újra átolvasod, újabb és újabb kis részletet fogsz majd felfedezni benne, amely egy újfajta szempont, megközelítés, tanítás számodra. Lelki irodalmunkban ezt nevezzük lekció divinának, vagyis az Isten ige, amikor elhangzik, az hat ránk. Ezért volt az, hogy amikor most újra olvastam és átelmélkedtem ezt a szentírási üzenetet, benne természetesen azzal a szándékkal, hogy megfogalmazom a magam üzenetét is, valamire felfigyeltem. A történet arról szól, hogy a pásztorok sietve elindulnak, megtalálják Máriát, Józsefet, jászolban feküdt kisdedet, elérkeznek utazás céljához, és miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a gyermekről. Az első, ami bennem megragadt, hogy mit tudhattak ők a gyermekről, a születendő gyermekről. Nyilván, hogy mélyen vallásos emberek voltak, akik vártak az érkező, a születő megváltóra, messiásra, és valamilyen különös égi jelet kaphattak, ezért kelnek útra, és amikor célba érnek, boldog örömmel számolnak be a maguk élményéről. Ami engem ebben a történetben megragad, hogy boldog örömmel beszámolni az én érzéseimről, a magam élményeimről. Nem hallgathatok róla. Nem azért az enyém, hogy azt csak őrizzem, hogy azt dédelgessem magamban, hanem hogy boldog örömmel szólja. Ennek van egy tágabb dimenziója is, erről szól a keresztény embernek az élete. Hogy az ő hitéről, az ő meggyőződéséről, elveiről, amit ő val, képvisel, arról, amikor eljön a kellő pillanat, boldog örömmel szól. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Vagyis a körülállók egyfajta ámulattal fogadták a pásztorok élmény beszámolóját, tanúságtételét. És ami engem igazából megdöbbent ebben a kis elbeszélésben, pedig annyiszor hallottam, Mária pedig szívében is a szavaikat, és gyakran elgondolkodott. Képzeljük magunk elő a jelenetet, Mária már kilenc hónapja birtokában van a csodának, a hírnek, a titoknak, hogy a megváltónak lesz az édesanyja. És most még Mária, miközben odafigyel a pásztorok, mondjam így, élmény beszámolójára, felfedezi azt az üzenetet, ami számára nagyon érdekes, nagyon elgondolkodtató, szívébe vésse szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. Most a magunk fantáziájára van bízva,
Ezt Lukács evangélista nem fejti ki, hogy miket mondhattak a pásztorok, amit Mária nem tudott. Mi volt az az új, az a novum, ami megérinti ott és akkor Máriának, mint édesanyának a lelkét és a szívét. Számomra ez a kis jelenet azt a nagyon fontos üzenetet hordozza magában, hogy Máriaként én is mindig tanulhatok másoktól. De ennek az a feltétele, hogy odafigyeljek rá, hogy meghalljam őt. És mindazt, amit nekem gondolatként elmond, velem megoszt, azon én gondolkodjam, azon én döbbenjek. És ahogy a Mária szintén elgondolkodott a pásztorok elbeszélésén, őrizte is ezeket a gondolatokat, hálás volt a pásztorok tanúságtételéért. Majd folytatódik a történet, a pásztorok ezt követően hazatértek, dicsérték, magasztalták Isten, mindazért, amit láttak és hallottak, pont ahogyan az angyalok előre megmondták neki. Vagyis a pásztorok visszatérnek az ő életükhöz. Ami pedig azt az üzenetet hordozza számomra, hogy amikor elérkezünk egyik pontból a másikba, jelesül most megérkeztünk, a 2024-es esztendő első napjához, ez egy fontos állomás a magunk életében, de nem végső állomás. Hanem folytatunk el utunkat a magunk hitében, a magunk meggyőződésében, a magunk elköteleződésében. Hiszen mi mindig állandóan úton vagyunk. Ez lett az első gondolatkör. Amikor majd újra átelmélkeditek ezt a szentírási történetet, vagy annak egy-két mozzanatát, jelenetét, akkor szemlélhetitek saját magatokat is, hogy mennyire van hatással a magam egyéni életére, karácsonynak örömhíre, mert hogy a nagy örömhír, a nagy üzenet, amely mindannyiunk sajátja, hogy Isten belép emberi világunkba, történelmünkbe, bele testesül ebbe a világba, és hogy megmutatja irántunk való végtelen ajándékozó szeretet. Amikor én ebben a titokban mélyen beleszemlélek, belegondolok, akkor nyilvánvaló én is meg kell, hogy találjam a magam misszióját, küldetését. Mennyire fontos számomra, hogy Isten szeret engem. Hogy ő a tenyerén gondoz engem. Úgy, ahogyan hallhattuk ezt az első olvasmányban. Így szól az Úr Mózeshez, mondd meg Áron főpapnak és fiainak, a papoknak, így áldjátok meg Izrael fiait ezekkel a szavakkal. Áldjon meg az Úr és oltalmazzon, ragyogtassa rád arcát az Úr, és legyen hozzád jóságos. Fordítsa felé arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget. Hívják Izrael fiaira a nevemet, és én megáldom őket. Ez a híres Áron áldás. És ezzel a hittel, ezzel a tudattal elindulni, hogy Isten megáld engem, hogy Isten azt várja el tőlem, hogy elfogadjam az ő áldását, az ő szeretetét, és utána ezzel a szeretettel, ezzel az áldással folytassam a magam életútját ebben a világban. Ez az én dolgom. Hinni abban, hogy Isten áldása az az enyém. Én ebben járom minden napjaimat. És akkor itt fogjuk megérteni Pál apostolnak a Galatákhoz intézett levelének a részletét, amely szintén ma hangzott el, hogy amikor elérkezik az idők teljessége, Isten elküldi az ő fiát, az idők teljessége, a kairosznak a kiteljesedése, a kellő idő. Vagyis, hogy Isten a világ történelemnek az Ura, nem az ember. És a kellő időben ő megteszi, amit meg kell tennie. És ez azért annyira fontos, mert ma egy végletekig aggódó világban élünk. Amikor annyi minden elbizonytalanít bennünket. Egy olyan világban élünk,
amikor a hírek néhány másodperc alatt megtalálnak bennünket. És éppen ezért ezek a hírek, amelyek okos telefonjainkon, okos eszközeinken keresztül megtalálnak bennünket, teljességgel birtokolnak is. Ez a globalizált világnak a sajátja. És ebben a globalizált világban, mert hogy ennyire ezen hírek tengerében élünk, az ember már elveszíti egyenlőségét. Most, hogy új esztendő kapujához érkezünk, mindenki köszön. Engem, ami átlát egy kicsit zavar, tehát ez legyen az én problémám, az az, hogy amikor csak úgy személytelenül tovább küldünk egy üzenetet. Én is kaptam, jónak néz ki, jó üzenet is, de tovább küldünk. Nagyon fontos, hogy amikor valakit megszólítunk, nevén szólítsuk. Mert mi is elvárjuk, hogy minket is nevünkön szólítsa. És a Jóisten nevünkön szólít. Pál apostol azt mondja a Galatákban élő híveknek, mi Isten fiai vagyunk, elküldte fiának lelkét, aki ezt kiáltja abba atyán. És milyen csodálatos érzés, hogy mi, ami Istenünket atyának szólíthatjuk. Erről pedig ifjúként, felnőttként mindenkinek van egyéni tapasztalata. Milyen is volt az, amikor gyermekként édesapja elé állt, fölnézett rá, és megszólította őt. Mekkora végtelen bizalom van ebben a megszólításban. Hogy édesapám, édesanyám, az, akire én felnézhetek, az, akit én megszólíthatok, az, aki számomra a biztonságot. És akik így tudják megszólítani az ő szüleiket, édesanyjukat, édesapjukat, azok ebben az érzésben tudják megszólítani mennyei atyukat is. És ez egy végtelen biztonságot kölcsönöz a magunk egyéni életünkben. Ennek fényében fogjuk megérteni, hogy amikor magyar nyelvünkben boldog új évet kívánunk, új év, akkor annak van egy gyönyörű, mondjam így, keresztény változata. Bízd újra életed Krisztusra. És ebben a megszólításban ott van a bizalom. Bízni valakiben. Ezt a fajta bizalmat a másikkal szemben akkor fogom tudni kiépíteni, felépíteni, ha ez a bizalom elsőként bennem fog megszületni. Hinni és bízni abban, hogy az én életem a szerető, a gondviselő Isten tenyerében van. És éppen ezért, hogy egyik ifjúság énekünk énekli, fogalmaz, semmi bajtól sem kell tartanom félnem. Ott van életem. Isten tenyerében. Így indulunk el ebben az új esztendőben, hogy az én életem a gondviselő, a szerető Isten tenyerében van. Nem kell félnem, nem kell aggódnom. Egy tény, hogy a világban tapasztalható meg annyi gondot, nehézséget én nem fogom tudni megoldani. Nem is leszek rá hatással, elviselője vagyok. Nekem a saját magam egyéni gondjaival kell megharcolnom, megküzdenem. És abban mindig egy kicsikét egyedül vagyok. De hogyha megvan bennem ez a végtelen nagy bizalom a Jóisten iránt, akkor azt fogom érezni, azt fogom tapasztalni, hogy gyakorta túllépek a magam határain. Mert ez a fajta bizalom Isten szeretetébe emelve engem. Most, amikor elindulunk ebben az új esztendőben, Jóisten arra kér, hogy változtasson.
Változtassunk életünkön, hogy életem még minőségi élet legyen. Az új esztendő kezdete meg annyi egyéni fogadásnak az ideje. Életünk tanácsadók jelennek meg, új lehetőségeket kínálnak, megfogadjuk, alakítunk, változtatunk magunkon. Gyakorlatilag ezek a fajta változtatások súlyommal kapcsolatosak, külsőmmel kapcsolatosak. De nyilván nem csak erről van szó. Erre is szükség van. Azt mondanám, ez a fajta változtatás, mint lehetőség adott mindannyiunk számára, hogy testileg, lelkileg megújulva, átalakulva induljunk el ebben az esztendőben. Néhány gondolatot kiírtam magamban. Nyilván azért, mert ezekkel én is valamilyen szinten foglalkozom, dolgozom. Eddig talán kételkedtem. De most szeretnék hinni teljes szinten. Eddig erősebb volt bennem a félelem. Mert a jövő kilátástalannak és sötétnek látszott. Most nagy bizalomban Isten tenyerébe helyezem magamat, és kérem, történjék szavai szerint velem. Eddig tele volt a szívem aggódással, most legyen tele bizalommal. Eddig talán önző voltam. Világot csak a magam szemszögéből néztem, a magam érdekeit követtem. És olykor manipulált játékaimban másokat is felhasználtam. Bevonultam őket. Szeretnék más lenni. Szeretnék szolgálni. Szeretnék segíteni. Eddig talán gyűlölet, harag, sötétség uralkodott szívemben. Most elhatározom. Legyen helyében fény, béke. A Betlehemi kisdev kínálta fény és béke. Eddig túlságosan én központú voltam. Egyfajta ösztönember, akit vágyai hajtottak. Aki csak a maga kénye, kedvét kereste. Most szeretném mindezt magam mögött vinni. Legvégül arcomat eddig valami láthatatlan sötét erők vonásai alakították. Most szeretnék ha arcomon, tekintetemen Krisztus szerint vonásai jelennének meg. Hiszen őt megszólítható. Ő az én atyám. Markaiba metszettelek téged. Az enyémet. Ne félj, ne aggódj. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy más úton járni. Krisztus útján. A keskeny úton. Megtalálni a keskeny utat a világ kínálta széles útak között, és azon hűségben járni. Ha erre vállalkozom, akkor az Úr az, aki szívén hordoz engem. Erőt ad lábaimba, békét a szívembe, hogy őt minden nap követni tudjam. Bízd életedet újra Krisztussal. Örömmel valljuk meg keresztény hitünket. Hiszek egy Istenben.
harmadnapon föltámadt a halottak. Testvéreim, az új esztendő első napján kérjük gondviselő mennyei atyánkat, hogy az Isten anya közbenjárással áldjon meg bennünket az egész esztendőben. Add, Úrunk, hogy Szűzanyán közbenjárására eredményes legyen szentséges atyánknak, főpásztorainknak és papjainknak apostoli munkája. Kérünk téged, hallgass bennünket. Add, Úrunk, hogy az emberiség felismerje a boldogságos Istenanyai méltóságát, és gyermeki bizalommal forduljon hozzá. Kérünk téged, hallgass bennünket. Add, Úrunk, hogy akit az Isten anyában égi édesanyát kaptunk, szeretettel hozzuk meg, gyermekei vagyunk. Add, Úrunk, hogy egyházközségünk minden tagja egész évben érezhesse a Szent Szűz anyai pártolását. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Úrunk, hogy lelki válsággal küzdő híveik a Szűz anya közbenjárására megtalálják a hozzád vezető utat. Gondviselő atyám, a boldogságos Isten a személyében hatalmas pártfogót adtál gyermekeidnek. Add, kérünk, hogy akik fiadnak hűséges hívei akarunk maradni, mind halálig érezzük Szűzi anyjának hatható segítségét, Krisztus a mi munkáltal. Imádkozzunk együtt, hogy az én áldozatom és a tiétek legyen kedves a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te vagy minden jónak elkezdője és beteljesítője. Szűz Mária Isten anyaságának szent ünnepén magasztaljuk kegyelmi munkálkodásod kezdetét, és újongó szívvel arra kérünk, hogy annak beteljesedésén is örvendhessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Úrunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten Krisztus a mi Úrunk által. Mert világra jöttének most ünnepel szent titka révén, láthatóan megjelent köztünk a láthatatlan élő Isten. Az idő kezdet előtt született, mégis időbeli létezést vállalt, hogy önmagában felemeljen mindent, ami veszni indult. Így helyreállítsa a világrendjét, és az elbukott embert ismét a mennyek országába hívja. Ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és egy szívvel zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Íme hitünk szent titka. Ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
Isten emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, ezért merünk így imádkozni. Mi atyánk! Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a Földnek, ezért kérjük, Urunk Jézus béke fejedelme ne védkeinket nézzet, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg a teljes egységet. Kérsz és szerezd bennünket most és mindörökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram,
Krisztus lelke, szentelj meg. Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus véle, ihlesd meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Jóságos Jézusom, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejts el engem. Ne engedd, hogy tőled elszakadjak. A gonosz ellenségtől oltalmasz engem. Halálom óráján hív magadhoz engem. Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged. Mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, a boldogságos Szűz Máriát Szent Fia szülőjének és az egyház anyjának magasztaljuk. Boldogan vettük magunkhoz ajándékaidat, és kérünk, hogy ezek segítsenek bennünket az örök életre, Krisztus a mi Urunk által. Szeretném megköszönni azt, hogy a mai délutánon így együtt lehettünk hálában és szeretetben. Legközelebb itt Weingartenben, ezen a héten, Vízkereszt ünnepén, délelőtt 10 órakor lesz szentmisénk, majd pedig január 14-én, a hónap második vasárnapján. Fogadjátok az áldást! Az Úr legyen veletek! És a kérdőben! Isten, aki minden áldásnak ős forrása, adja meg nektek kegyelmét, árassza rejátok bőséges áldását, és tartson meg titeket az egész esztendő folyamán, egészségben és épségben. Őrizzen meg titeket töretlenül a hitben, adjon hűséges kitartást a reményben, és erősítsen meg a mindvégig türelmesen gyakorol szeretetben. Irányítsa békében napjaitokat és tetteiteket, hallgassa meg mindig és mindenütt kéréseiteket, és vezessen el a boldog örök életre. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szentmise véget ért, küldetéstek van, menjetek békével.